Szép napot kívánunk mindenkinek, Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig a Sztereó első vendége, Nagy András Gábor Bugyi polgármestere. Jó reggelt, köszöntöm az éterben. Jó reggelt, köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit. Általában ebben az időszakban a költségvetéssel, annak kialakításával szoktuk indítani a beszélgetést, és a hát adás előtt beszélgettünk e témát, illetően, hogy Bugyin is ment a sakkozgatás, de végül sikerült kialakítani egy olyan rendszert, ami, ami élhetőnek tűnik. Igen, februárban. Megszületett a költségvetésünk, természetesen nagyon sokat számoltunk, és azóta is nagyon sokat számolunk, mert állandóan mozognak az árak, öt pályázatot nyertünk, azokat majd meg kell valósítani. Tehát egy állandó számolás, hogy mindenre jusson, és ne szálljanak el a költségvetési számaink. Mindenre jut? Nem biztos, nem biztos. ezért számolunk, hogy mi az a kisebb projekt, amit talán nem tudunk megoldani, de, de nagyon remélem, hogy ez ebből nagyon kevés lesz. Mi a fő csapás ilyenkor, amely mentén számolnak? Melyek azok a szegmensek, amelyre mindenképpen áldozni kell, ha többet is, akkor is? Elsősorban a pályázatok, hogyha mellé kell rakni pénzt, mert a pályázatokat mindenféleképpen meg kell valósítani, ugye az, az talált pénz, dolgoztak érte a kollégáim, de kaptuk a pénzt, amit kaptunk, hogyha azt ki kell egészíteni, akkor azt mindenféleképpen megvalósítjuk, valamint az, ami az egész települést érinti, azok nagyon fontosak, az ilyen beruházások, és aztán hát vannak olyanok, amik egy-egy kis részét érintik a településnek, ezek között is van nagyon fontos, van kevésbé fontos, de mondjuk megemlítem azt, hogy Elkészült a csatorna beruházást, amiben az önkormányzatnak nem volt kiadása, de minden porcikájára oda kellett figyelnünk, az egész települést érinti, minden rendben zajlott, most már működik minden. Itt oda kellett csak figyelni, de vannak olyan beruházások, mint az éppen működő. Óvoda beruházás, ahol látjuk, hogy vannak kiegészíteni valók. Folytassuk akkor ebben az ös, ezen az ösvényen a beszélgetés menetét. Említett több pályázatot, és itt az óvoda volt a, a végszó az előző etapban. Hogy áll most az óvodai beruházás? A kivitelező ígérete szerint nincs csúszás. Itt még mindig nagyon bízunk benne, hogy szeptember 1 indul az új csoportszobával a lakótelepi óvoda, Bobita óvoda, és akkor az azt jelenti, hogy oda is 75 gyereket lehet majd beiratni, új csoportszobával, új kiegészítő helységekkel, új játékokkal az udvaron, tehát ez egy nagyon lényeges dolog. Szeptember 1. Várják már a szülők, várják már a pedagógusok? szűkes a régi hely? Igen, hát az a helyzet, hogy, hogy a két csoportszobát azt átköltöztettük a másik két óvodánkba, hogy minél jobban minél gyorsabban tudjon dolgozni a kivitelező, ne legyen abból probléma, hogy mondjuk alszanak a gyerekek, és nem lehet kalapálni, vagy valami munkát végrehajtani, ezért aztán hát zsúfoltság van, a pedagógusok nagyon toleránsak, a szülők toleránsak, a gyerekek lehet, hogy nem veszik észre, mert csak annyit tudnak, hogy többen vannak, de szükség van rá. Szeptemberben tehát megnyit az új óvoda, és ha jól láttam a honlapon, akkor pedagógusokat, nevelőket is keresnek már az új intézménybe. Igen, pedagógusokat mindenféle beosztásban keresünk, mert az új csoportszobát ugye fel kell tölteni kiszolgáló személyzettel is, úgyhogy az óvoda vezető föladta a hirdetést minden fórumon, hogy minél többen tudjanak jelentkezni, tudjunk válogatni a dolgozók között. Említette, hogy a beruházások elsődleges fontosságúak a település életében. Beszélgettünk az óvodáról. Melyek még azok a beruházások, amelyek jelenleg folyamatban vannak, vagy hamarosan megkezdődnek? Öt topos pályázatunk van, amit el kell kezdeni, és rövid úton be kell fejezni. A belterületen, vagyis hát a falu központjában van az Irinyi József utca, és mellette egy orvosi rendelő, egy új orvosi rendelő kialakítása, a megépítése, valamint van egy kerékpárút építés az Ócsai út mellett, és van egy ipari park, ez a Sári út mellett jobb oldalon a szennyvíztelepel szemben lesz kialakítva, ahol ahova ki fogjuk csalni azokat a vállalkozásokat, akik nem muszáj, hogy a belterületen űzzék az ipart. Milyen összegű beruházásokról van itt szó, és hogyan emelkednek az összegek, hiszen gondolom minden település, településvezető ezt figyeli most. Igen, hát mm. sajnos, sajnos nagyon emelkednek. Az energiaárak, az alapanyagárak, a, a, munkaerő ára, ebből ugye a munkaerő árának örülni kéne, mert, vagy örülni kell, mert ez azt jelenti, hogy többet visznek haza a dolgozók, de ilyen 159 és 250 millió forint között nyertünk a pályázatokon, mindegyikre mást és mást, és hát van, amelyiknek olyan 70 millió forinttal emelkedett a a bekerülési költsége ahhoz képest, amikor megterveztettük, amikor benyújtottuk, természetesen megyünk utána, hogy a lehető legkedvezőbb árajánlatokat kapjuk majd a kivitelezőktől. Ha már terveket említett, akkor ha jól tudom, akkor az elkerülő útnak több terve is elkészült. Igen, a, a többetszer készült el az elkerülő az engedélyes terve, Úgyhogy tulajdonképpen a kiviteli terve elkészítésére fogunk várni. Az önkormányzatnak feladata van ezzel, mert a, a helyi építési szabályzatba át kell vezetni azokat a változásokat, amik az előző tervekhez képest változások. Készen állunk rá, be kell fizetni mindenféle ilyen hatósági díjat, befizetjük, csak minél hamarabb készüljön el a az elkerültnek a kiviteli terve, és hát utána kilincselni kell a, az összegér, hogy meglegyen a, a kivitelezés is. Mekkora összegről beszélgettünk ebben az esetben? Egy települési szinten nagyon nagy, mert úgy számoltuk annak idején, hogy olyan 6-7 milliárd forint. Nagyon reméljük, hogy, hogy ez csak települési szinten nagy, és nem tudja a település kifizetni. A országos szinten megvalósítható, és nagyon nagy tehertől menekülne meg a település, mert most megint rettenetes nagyon nagy lett a, a sóder forgalom a településen belül, és a település már nem bírja tovább. Említette, hogy változásokat kellett eszközölni, és ez már on a harmadik terv. Milyen változásokra kell itt gondolni változtatásokra? Hát ilyen ívek változtak, a magyar szabvány szerint változott a körforgalomnak az átmérője, tehát ilyenek, amiket ugye a lakosság nem érez, mert ezek szakmai dolgok, csak, csak, mindig egy picit módosítani kellett. Részt vettünk rajta az alpolgármester úrral online megbeszéléseken. Nekünk az a lényeg, hogy megépüljön, ha, ha a magyar szabvány változik, akkor is. Ha minden jól megy, akkor mikor fog ez az elkerülő út megépülni? Hát ha minden jól megy, akkor ugye a hatósági része, és a tervezési része volt a leghosszabb. Abból tapasztaltuk, hogy amikor az elkerültünknek az előző része épült, akkor beállt, beleállt a, a kivitelező és tulajdonképpen pillanatok alatt kész volt, tehát ez néhány hónap alatt kész lehetne ez az elkerülő út amennyiben pénzparipa fegyver lesz. Hát közmeghallgatásokkal folytatjuk, hiszen korábban volt egy környezetvédelmi meghallgatás, és majd a jövőbe is tekintünk, hiszen hamarosan lesz ugyancsak egy közmeghallgatás majd. De most egy picit menjünk vissza az időben. Miről szólt ez a közmeghallgatás? Ez a közmeghallgatás, a környezetvédelmi egy bányanyítást megelőző környezetvédelmi eljárás része, amit mindig lefolytat a környezetvédelmi hatóság, én hogy úgy mondjam kiverte a biztosítékot a, a bugyi embereknél hogy nem elég nekünk ez a rettenetes nagy teherautó forgalom ami átmegy a településen most nyílik még egy bánya a falu szájában, mert a, a jelenlegi körforg vagy elkerülutunkon kívül, de a falu szájában, és ez megint terhelne a települést, hát ez elviselhetetlen. Ami már most van, az is elviselhetetlen, és akkor most még nyílna még egy bánya. Nagyon sokan részt vettek rajta, nagyon sok felszólalás elhangzott. Egyébként a, a könyzetvédelmi hatóság a hanganyagot már fölrakta a saját honlapjára meghallgatható, de hát ott tulajdonképpen minden csak ugyanaz hangzik el, vagy ugyanazt lehet meghallgatni, amit ott elmondtunk. Én leszögeztem, hogy az önkormányzat nem fog hozzájárulni hészmódosítással a bányanyításhoz, mert elviselhetetlen a település számára, és hát nagyon sok termőterületet veszítünk el. Ami fontos bugyi számára. Ami fon fontos bugyi számára, igen. De, hogy említette, ez a folyamat első állomása? Ez egy nagyon-nagyon ez eleje a, a folyamatnak. Nagyon oda kell rá figyelnünk, hogy időben lépjünk, hogy ne járjunk úgy, hogy már csak akkor kapkodjuk a fejünket, amikor megnyílt a bánya, és mert utólag már nem tudunk semmit se csinálni. Említette, hogy a közeljövőben is lesz egy közmeghallgatás. Igen, lesz egy közmeghallgatás, az a település szintű, amit az önkormányzat tart, az áprilisi testületülés után, április 13-án, 18 órakor a művelődési házban. Ennek a település jelenlegi helyzete, a témája, valamint a háborús helyzetről amit Bugyi hála Jóistennek nem nagyon élt át, de erről egy rövid beszámol, és természetesen, amit a település lakói kérdeznek, arra válaszolnunk kell. Mennyire mozdulnak meg, meg egyébként egy ilyen alkalomra a lakosok? Mi a tapasztalat? Hát ideig nem nagyon mozdultak meg a lakosok, de én úgy gondolom, hogy, hogy mivel ilyen áldatlan állapot van ezzel a közlekedéssel, és nagyon elvárja a lakosság, hogy, hogy működjön az önkormányzat, a, a, lakosság szája íze szerint, hogy így mondjam, de hát a település szája íze szerint, ezért én azt várom, hogy sokan el fognak jönni, sok kérdés lesz, sok probléma felvetődik, és mivel itt ez egy közmeghallgatás, itt a képviselőtestületnek Adott esetben döntést kell hozni, ami ugye olyan, mint egy testületülésen hozott határozat. Na majd erről, is, erről a közmeghallgatásról is beszélgetünk annak idején. Térjünk vissza az aktualitásokhoz, hiszen februárban elindult a temetőút felújítása. Igen, a temetőutat, az aszfaltos részt felújítjuk kiszélesítjük, hogy lehessen rajta közlekedni, mert azért most már nagyon letöredezett, valamint a kapu előtti részt szintén felújítjuk, és ezzel könnyebbé válik a közlekedés. A ravatalozó előtti rész le lesz térkövezve, mert ott a töredezett beton azért az hát nem eléggé szép egy temetésnél, úgyhogy ezt is meg fogjuk csinálni, valamint az öntöző rendszerét a, a temető és a ravatalozó közötti résznek, úgyhogy lesz egy kis beruházás, föl lesz vagy egy kicsit a temető, de természetesen minden kivitelező egyeztet a a temető üzemeltetőjével, hogy még véletlenül se fordulhasson elő, hogy zajonganak, vagy, vagy munkát végeznek akkor, amikor temetés van. Mikor kerülhet pont ennek a beruházásnak a végére? 120 napja van a ö, kivitelezőnek, amiből most már két hónap elment. Olyan nagy a cég, hogy szerintem pikpak meg tudja csinálni, most két csapattal belefognak, mert volt egy hosszabb leállás egy másik munka miatt, valamint megbetegedés miatt, de most belehúznak. Amiről még beszélnünk kell, ha már az utak jöttek szóba, azok a zebrák. A zebrák, amit a lakosság jogosan elvár az önkormányzattól. Sajnos okos zebrákat akarunk telepíteni, hogy ne legyen probléma azzal, hogy meg kell nyomni a gombot, meg ilyesmi. Az előző cég, okos zebra cég az egyszerűen eltűnt. Meg vannak tervezve a zebráink, csak mellé szeretnénk világító, ilyen okos világító testeket beszerelni, és ehhez most már a harmadik céget keressük meg. Hétfőn érkezett a harmadik cégnek az ajánlata, azt áttekintjük, az eredeti tervezőt megkérem, hogy vegye föl ezzel a okoz Zebra céggel is a kapcsolatot, és remélem, hogy minél hamarabb bele tudunk fogni, mert a kereszteződéseink most már nagyon túlterheltek. Jogos a szülőknek az az elvárás, hogy a gyerekek átmessenek a zebrán úgy, hogy, vagy az úton úgy, hogy nem kell félni attól, hogy mondjuk egy autós nem látja meg őket. Milyen összegről beszélgetünk, amikor okos zebráról beszélgetünk? Hát ez az utolsó, amit most kaptam, ez maga a berendezés az Körülbelül egy millió forint plusz a letelepítés, plusz a zebra kialakítása. És ez nem csak annyit jelent, hogy fölfestjük az aszfaltra, mert oda világítást kell vinni, villanyt kell vinni. Tehát szerintem olyan, olyan 4 millió, 5 millió forint egy zebra kialakítása mindennel együtt. Az elmúlt időszakban voltak balesetek, ami a szülők felháborodásán kívül még indokolta volna a beruházást? Nem, de ez nagyon köszönhető annak, hogy szerintem a gyerekek nagyon megtanultak közlekedni, már majdhogy városi körülmények között, mert olyan a közlekedés, és a szülők is nagyon odafigyelnek. Az önkormányzat átsegíti az úton az iskolába érkező gyerekeket tehát mindenki odafigyel, ja, és hát hozzáteszem, hogy az autósok is azért figyelnek. Néha azért van, hogy az irodámból kiszaladnék, hogyha valaki az zebrán előz, az azért fülön csípjem. Vezessünk óvatosan, és hát nem sokára akkor okoz zebrája lesz a bugyinak is, ami nagyon-nagyon biztonságos lehet ezen a téren. Fontos még beszélgetnünk az energetikai beruházásokról, illetve azokról az intézkedésekről, amelyet az önkormányzat hozott e téren. A mi azt mondtuk a, az energiával kapcsolatban, hogy nem lezárjuk a kazánokat, vagy nem elzárjuk a gázt, hanem hogy az egy kilovatra jutó hasznos teljesítmény lehető legmagasabb legyen, ezért a művelődési ház például ö, dörög egész évben, működik nagyon sok programmal, tele van zsúfolva, úgy is mondhatom, hogy, hogy kicsi lett, de nagyon fontos, hogy azok az idős emberek, azok a fiatalok, azok a gyerekek, akik egyébként otthon ülnének, és adott esetben nem fűtenének magukra, és mondjuk interneteznének, vagy butábbnál butább sorozatokat néznének, azok nagyon kellemesen eltölthetik a szabadidejüket a művelődési házban. Nagyon jó példát mutatunk ezzel, ezzel az aktív időskor központtal, ami tulajdonképpen egy nagyon jó sikerült dolog. Jönnek az idősek, vagy a művelődési ház dolgozói beviszik őket a, a művelődési házba. Fűtött helyen, emberek között jól érzik magukat. Tehát mi olyan intézkedést hoztunk, hogy hasznos legyen az a teljesítmény, amit, amit kifizetünk. Amely kérdés még mostanában felfelmerül egy, egy, ilyen polgármesteri beszélgetés alkalmával, az az orvosi ügyelet kérdésköre, és említette, hogy tervez egy utazást tetéren. Igen, mindenféleképpen szeretném megnézni azokat a, vagy azt az ügyeletet, azt az ügyeleti rendszert, ahol már működik. Úgy tudom, hogy hogy Györmoson Sopron vármegyében már működik az orvosi ügyelet, és szeretném megnézni, hogy ott, ott, hogy mint alakult, mondjuk egy ugyanakkor a település, egy ilyen 5000 település, mint Bugyi, hogy mint alakult, vannak benne nehézségek, vagy, vagy az a lényeg, hogy a lakosságot tájékoztatnunk kell, hogy mi lesz. Említettük a hulladékszedést, amelyben Bugyi nagyon-nagyon aktív volt az elmúlt időszakban, több hulladékszedésre is sor került. Igen, az elmúlt időszakban az elmúlt tizen év, mert bevezettük és nagyon jól működött, és most a, az utóbbi két hétben volt három hulladékgyűjtés, kettő az útmenti, amikor kivonulnak családok és összeszedik a szemetet. A nagyon nagy mennyiségű szemét jött össze, és még nagyon sok maradt sajnos kint az utak mentén, de elmondhatom, hogy az Ócsai út a körforgalomtól, az 50-estől egészen bugyig, össze lett szedve, egy csapat, nem volt rest és csak azért összejött, hogy azt a szemetet összeszedjék. Nagyon örülünk neki, és nagyon büszkék vagyunk rájuk. Valamint a múlt hét végén volt a, a szelektív hulladékgyűjtés, amikor veszélyes hulladékot, elektronikát és gumi hulladékot gyűjtött az önkormányzat. Hát még nem tudjuk a pontos számokat, mert ugye nem kaptuk még meg a Mázsa -egyeket, de nagyon sok számú. Teherautó vitte el a hulladékot a településről, annak ellenére, hogy a hivatal udvarán össze lehet be lehet hozni az elektronikai hulladékot, az olajat, és ennek ellenére nagyon sokat vitt el a szolgáltató. Ha jól tudom, az bevett gyakorlat ez utóbbi is bugyin, és megmozdul a lakosság ennek hallatán. És nem minden önkormányzatnál van egyébként ez így a térségben. Azt nem tudom. Azt tudom, hogy nálunk ö, ö, többféle gyűjtés van, kimegy a tefűsz, és aki nem tudja behozni, attól behozzák. Be lehet hozni teherautóval, rögtön belekerül a veszélyes hulladékgyűjtő konténerekbe, úgy viszi el a, a szolgáltató, úgyhogy minden rögtön a helyére kerül, hogy véletlenül se történjen az, hogy valahol elszórunk szemetet mi. Hát akkor már szép környezetben várják az odalátogatókat, hiszen rengeteg program lesz az elkövetkezendő időszakban. Mesélt arról is, hogy a művelődési ház is dübörög. Milyen programokkal készülnek? Hát a, a művelődési ház az tényleg nagyon dübörög. Éh, az újságunk, a legújabb újságunk hátulján olvasható a Vidám kísértet című ö, színdarab, amit ö, elő fognak adni. Érdekesség, hogy az előző művelődési ház igazgató úr az egyik főszereplő, a jelenlegi iskolaigazgató asszony a másik főszereplő, és egyébként a komédiások színkör, amelyik, hát már mondhatom azt, hogy tizen éve ö, működik, a a megvalósítója ennek a színdarabnak is, és remélem, hogy a május 6-ai, 7 előadáson nagyon sokan elmennek majd megnézni. Ahova még biztos, hogy sokan el fognak menni, az április 29-én a Felsővány. Igen, a Felsőványi Bogrács Fesztivál, ez a második lesz. Nagyon finomakat főztek tavaly is, csináltak egy nagyon jó bulit, az önkormányzat úgy vesz részt rajta, hogy, hogy fizetjük az a akadálymentes mellékhelységet, meg a, amit, amire szükségük van. Egyébként tulajdonképpen teljesen önjáró a kezdeményezés, és nagyon jól működik. Ezek szerint aktív civil élet működik Bugyin, és ahogy említette a hulladékszedés kapcsán is, jól működik a közösségi élet, a közösségi szellem. Igen, a... Megmozdulnak az emberek most már egymásér is, a települési sér is, és így, hogy látjuk az, hogy felsővány tulajdonképpen 5 kilométerre van a település belterületétől, de mégis csinálnak maguknak egy jó bulit, amire érdemes másnak is elmenni, nagyon sok településről szoktak oda menni egyébként főzni. Volt már szó májusi programról, április végi programról, de hát mindjárt itt van a húsvét. Ha jól tudom, erre a, is készülnek. Igen, a húsvétra készül a tájház. A tájház a szokásos húsvéti vigassággal készül, ahol várja a településre érkezőket, és a településen lévő gyerekeket is. Már készülnek a lányok, mindenfélét kivágtak, úgyhogy dolgoznak. Polgármester úr, hogyan készül a húsvétre? Hogyan telnek az ünnepek? Hát ö, szerintem én a kertben fogok dolgozni, mert nagyon jót tesz, amikor az ember egy kicsit a környezetét ö, Karban tarthatja, de természetesen meg fogom locsolni a munkatársaimat, és aki tehetek, meg fogom locsolni. Hát akkor így előre is áldott ünnepet kívánok önnek, és köszönjük szépen, hogy a mai reggelt velünk indította. Köszönöm a meghívást, viszont hallásra.